két ünnep között, január 1-e inkább Vízkereszt és Karácsony közötti időszakban rengeteg ilyen jósló tevékenység volt. Itt ezen a vidéken is ismert volt, a például az ólomöntés egyik ideje, ugye a másik ideje az a luca előtti időszak, két-három nap szoktak ólmot önteni, hogy aztán ezt a kiöntött ólmot elrejtsék, hogy bevigyék a templomba, és ott aztán elrejtsék valahol, hogy teljesüljön, hogyha jót öntött az öntő, mert hát ha halált öntött, akkor meg el kell rejteni, és el kell tüntetni. Most ilyenkor szilveszter éjjelén is volt, de ez is egy nagyon játékos forma, igazából már a 19. században sem vették komolyan. Ugye, amikor néprajzosokként mi olvasunk ezekről a régi szokásokról, azért azokról tudunk, amikről leírták a szokásokat, tehát igazából a 18-19. Századról tudjuk ezeket elővenni, tehát ott tulajdonképpen már ott sem hittek ebben olyan nagyon komolyan, egy inkább játékos szokás volt. Az mindenképpen egyébként érdekes, hogy az időszak tulajdonképpen a Szent János nappal kezdődik 27-ével, és hogy a János áldás az végigkíséri ezt az időszakot, tehát János áldást mondtak szilveszterkor, újesztendőkor is, és még Vízkeresztkor is, és aztán minden nagy ünnepi alkalommal. És ugye karácsony előtt, adventben erről nincs mód beszélni, mi is az a János áldás. Aztán ugye mindjárt karácsony után következik Szent János napja. Ez János apostol, a Jézus szeretett János apostol, akit sasként is ábrázolnak sokszor, mert hogy ő fölülről Isten, tehát Jézus Krisztus istensége közeléből nézi a világot, és így írja le. Szokták volt mondani középkorban is, latinul is, és aztán a magyar kúreszekben is így jelenik meg. Szóval a Szent János áldása az tulajdonképpen nem más, mint hogy régen ugye a szent terményeket, így aztán megszentett bort is a templomokba fogyasztották el, hogy egyébként korábban a nem keresztény vallásoknál szintén étkeztek a templomokba szent ételekből. És tulajdonképpen ez a korábbi szent borívás, vagy hát a borívás, vagy a szentelt étel, szentelt hús evése a szent helyen, ez folytatódott a katolikus templomokban is. Aztán eltűnt az ott étkezés persze, és megmaradt az úrvacsorának a két szín alatti része, tehát amikor borral is folyik. Ugye ez a protestáns egyház vissza is hozta maga gyakorlatában, a katolikus egyházban vannak ennek formái, de csak különös kötött liturgikus helyeken, tehát ez teljesen eltűnt, de azért a Szent János áldás az innen ered, hogy tulajdonképpen a sok istenű hitekben is az Istennek nevére is illet inni. Hát Rómában is, és Görögországban is, és aztán a keresztény egyház is bevezette, még 300-es évek előtt már megjelent ez a gyakorlat, hogy akkor nem különböző szentek nevére ígyunk, hanem Isten és az angyalok nevére ígyunk a templomba, és azt illedelmesen kell inni, tehát nem nagy ivászatokról van szó, hanem a szentelt borból ott mindenkinek inni kell, és a szent étkekből enni kell. Tehát ez egy ilyen hagyomány volt a János áldás. Egy játékos, bőséget, jósló, varázsló időszakról van szó, és aztán persze itt elfogyasztódik minden étel, ami hát karácsonyra megteremtődött, és addig nem fogyasztódott el. Nem ebben a rövid időszakban, nem a böjtig. Tehát a böjtig tartó időszakban jó volt elfogyasztani a húsételeket, vagy azokat a különleges ételeket, amiket elejtőszakra tettek, de tulajdonképpen ez természetesen is elfogyott, hiszen ez a nagy térben, tulajdonképpen a paraszt életben nem egy sok munkával járó időszakban, a vendégjárás időszaka is volt, főleg a fiatalok részéről.